Üdvözlök mindenkit, szép jó napot kívánok. Az első kérdés, lehet-e tegeződni? Mert nálam, nekem ez könnyebb, női kommunikációs kényszer. Himer Csilla vagyok, pénzügyi coach vagyok, ha valaki még nem találkozott volna vele, és alapvetően, hát, hogy is mondjam finoman, most kellene nekem arról beszélni egy fél órában, hogy mi az én szakmám. Úgyhogy ez nagyjából a Michelin Passable kategóriája lesz, de próbálom röviden fogni, már csak azért is, mert hogy csúszásban vagyunk. Ugyanis azért nehéz nekem erről így beszélni, mert a pénzügyi coachingnak az eszenciája ez lenne, hogy az önismeretünktől, az önbizalmunknak a feltérképezésétől, megerősítésétől hogyan juthatunk el a jólétig, úgyhogy a saját első erőforrásainkat föltárjuk, arra támaszkodunk. Na, jó. Az első fontos momentumot itt látjátok mögöttem, ugyanis az én tapasztalatom az, hogy hát ugye nagyon közhelyszerű, hogy mindenki a gazdagságra vágyik. Hát én ebben nem vagyok annyira biztos. Az én tapasztalataim szerint ugyanis az ügyfeleim nem annyira arra vágynak a valóságban, hogy ők gazdagok legyenek, sokkal inkább egy stabil, kényelmes jólétre. Ennek pedig több oka is van, mégpedig. Az egyik az, hogy létezik ez a bizonyos pénzügyi komfortzóna. Majd még erről lesz szó kicsit később is. És ez nem engedi azt, hogy töménytelen sok pénzzel, amennyit fölfogni sem tudnak, jól tudjanak bánni, kényelmesen érezzék magukat vele. Aztán ugye van itt egy ilyen is, hogy pénzügyi személyiség. A pénzügyi személyiségünket rettentő sok minden alakítja, de ami legnagyobb hatással van rá, azok a bizonyos generációkon átívelő pénzügyi forgatókönyvek, amiket a családunktól kapunk, de nem biztos, hogy csak a családunktól. Más tekintély személyek is megfordulhatnak a mi életünkbe, akiktől kapunk ilyen üzeneteket. Aztán utána, hogyha az kellő mértékig megerősödik, hitekké válnak, akkor ezek, ahogy összeállnak, ezek szerint kezdünk gondolkodni, cselekedni, a pénzünkkel bánni, és ezek egész forgatókönyveket adnak majd ki a későbbiek során. Aztán, ami még itt nagyon számít, ez az úgynevezett pénzügyi szomszédság intézménye. Ez azon alapszik alapvetően, hogy az ember mégiscsak társas lény, szeret csoporthoz tartozni. Ugye ez még az evolúció során alakult ki, hogy így érezzük magunkat biztonságban, szükségünk van a csoporttal, akár a család, akár a baráti közösség, valakinek a támogatására. Na most, az, hogy ez az a közösség, amelyikhez mi tartozunk, mit fogad el a pénzzel kapcsolatban alapvető normaként? Mi az, ami az anyagiak terén neki még elfogadható, úgymond erkölcsös? Ez például nagyban tudja korlátozni a mi komfortzónánkat is, hogy meddig merészkedünk el a pénzzel kapcsolatban. Ez lesz az a három fogalom, amivel tulajdonképpen körül fogjuk tudni írni majd a pénzügyi önismeretünket. Tehát a pénzügyi személyiség, a pénzügyi komfortzóna, illetve a pénzügyi szomszédság, és én személy szerint ezekkel szoktam dolgozni a coaching során. Alapvetően ezek azok a területek ugyanis, amelyeket tisztáznunk kell magunkban, már csak azért is, hogy a kapott vagy szerzett gátjainkat, amik megakadályoznak minket az anyagi előrejutásban, ezeket le tudjuk tisztázni, megtaláljuk, és aztán utána így tudunk majd változtatni rajtuk. Na most, kis hazánkban a pénzügyi személyiséggel kapcsolatban a legelterjedtebb tipológia, az Olivia Mellan könyve nyomán, ez a Barátságban a pénzzel, nem tudom, kiolvasta esetleg a könyvet. Valamilyen oknál fogva ma már csak antikváriumban lehet megkapni. Ajánlott elolvasni, érdekes dolgokat ír a hölgy. Ennek a fajta tipológiának az elterjedése Csapó Ida nevéhez köthető, nem tudom, hogy ki ismeri. Csapó Ida.
gazdagnők.hu, ugye pénz és nők specialista, vagy nők és pénz specialista, bocsánat. Na most ezt általában ez a legismertebb tipológia, úgyhogy én ezt most hagyom. Nem erről fogok beszélni, holott én is szoktam használni. Kicsit más felül közelíteném meg a problémát. Úgyhogy látom, hogy nagyon sokan készültek jegyzeteléssel, ez nagyszerű, mert akkor mindenki írhatja majd magának. Viszont nagyon szeretnék kérni egy bátor önként jelentkezőt, aki kijön mellé, és rajta demonstrálnék egy kicsit, mert az a helyzet, hogy könnyen mutatni, mint elmagyarázni. Jó? Ki dobná be itt magát a közösbe. Nem fogok nagyon intim részletekbe turkálni, megígérhetem. Nagyon lesz a kérdés. Persze, hogy jó. Nagyon szépen, köszönöm. Hát majd arra is lesz megoldás. Szia, Himmel Csilla vagyok. Hacsavet Beatrice. Szia, Beatrice. De jó? Betty, bocsánat. Jó. Oké. Tehát itt van ugye rögtön az első kérdés, akkor így egy kicsit, hogy ne vegyek senkinek se útjába. Tehát, hogy mit hiszel a pénzről? Ez lenne az első kérdés. Mi jut eszedbe, ha tehát tényleg az első gondolat, amivel úgy gondolod, hogy hiszel, ez a meggyőződésed. Mi az első, ami eszedbe jut arról, hogyha azt mondod, hogy pénz? Gazdagság, lehetőség, arany. Uh-huh. Ez így elég, vagy mit tudom? Hát ilyenkor általában vagy tizet össze szoktunk érteni, mert abból már tudunk dolgozni, abban bele lehet kapaszkodni. De ne csak így címszavakat, hanem mit tudom én, valami meggyőződést, amit úgy... A pénz szabadságot ad. Uh-huh. Na, lehetőséget ez... biztosít. Igen. Megvalósíthatom az álmaimat. Mondjuk ugyanazt járjuk körbe, uh-huh. Igen, három különböző mondattal. Igen, tehát egyrészt az, hogy a pénz nem korlátoz le lehetőségeket ad a kezembe. Igen. Lehet, hogy nekem ennyit jelent. Jó, oké. Mert ugye a leggyakoribb, amit ilyenkor mint negatív hit szoktak emlegetni, hogy ugye vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy a pénz nem boldogít, vagy boldogít, vagy a pénz piszkos, és a többi. Tehát ilyesmit gondoltam, úgyhogy itt arra kérnék mindenkit, hogy aki jegyzetelni tud, azt tegye meg, hogy a saját maga kis apró hiteit jegyzetelje le. Ilyenkor, amikor egy-egy kérdés van. Csak azért nem akartam szándékosan példát mondani, hogy itt befolyásoljak valakit, csak akkor talán így könnyebb elképzelni, hogy mégis milyen dolgokra gondoltam. Mondjuk most nem biztos, hogy mindenki mindent le fog tudni jegyzetelni, amit ő gondol a pénzből, de majd arra is lesz megoldás, hogy hogy fogjuk ezt megoldani. Hogy nyugodt körülmények között is lehessen. Mi jut eszedbe arról, ha azt mondom, gazdagság, gazdagok? Mi az, ami úgy hiszel, gondolsz, vagy erről a fogalomról, hogy gazdagság? Megdolgoztam. Uh-huh. De halálkodjon mondom, hogy ritkán, de te vagy az, akinek szerintem most nincs szüksége pénzügyi coachingra. Úgyhogy jó, beleválasztottam. Jó, van még valakinek, akinek, mit tudom én, reflexből, ami úgy hirtelen eszébe jut automatikusan első gondolatként gazdagokról? Igen, hogy csalok hazudik. Az élet materiális részéből sok minden területből sok mindene van. Több mindenék. Igen, tehát fölösleges javakkal rendelkezik. Nem, épp az, hogy egy egészséges terület nem éppen csak annyira van, hanem bőven meg van neki. Uh-huh. Oké, tehát akkor neki ez, tehát hogy a gazdagok valamiféle egyensúlyt találtak, vagy én most nem tudom, pontosan próbáljuk már meg ezt egy kicsit jobban körüljelni. Nem függnek annyira a környezettől. Tehát a gazdagok függetlenek. Igen. Jó, igen. Nem tudok semmi a melékeinket, mint hatalmat, mindig túl akarnak, többet akarnak. Kapcsik? Hát, elhetek. Na, köszönöm szépen, ez a jó szó.
Igen, tehát hogy a gazdagok telhetetlenek. Igen. Van-e még valakinek valami olyan, ami így elsőre beugrik arról, hogy gazdagság, gazdagok? Valamit jól tud. Valamit jól tud. Lehetősége van másokon segíteni. Nem segíteni közvetlenül, hanem megtanítja a halászni, mondjuk, és inkább úgy olyan legyen. Tehát vállalkozási munkát teremt. Oké. Jó, tehát valamiféle felelősséget visel a közösség iránt. Uh-huh. Nagyszerű, ezek mind nagyon jó meggyőződések és forgatókönyvek. Te már úgy látom, kezdezékében lenni a pénzed. Úgy nagy öröm ilyen embereknek előadást tartani. Jó, a következő, ami mi jut eszedbe szintén, ami ilyen meggyőződés itt a befektetésről? Mozgás. Hmm. Igen? Mozgás. Biztonság. Hú, igen? Na, ilyennel még nem találkoztam. Találkozom, hogy mondom, pedig praktizálok már 3 éve. Lassan, mondjuk kócskéti 2. Jó. Kockázat. Kockázat. Na, ezzel sokkal többször találkoztam, hogy a befektetés kockázatos. Veszélyes. Igen. Lehetős. Igen. Amit számára, hát amit ő maga jónak tart, az tovább növelni képes. Több embernek eljutatni magas a igen, szintre. Tehát a befektetés az a növekedés lehetősége. Jó, akkor most megint összegyűjtött, igen? Felesleg, megtérülés. Mert mit fektetek? De ezek volna? Nem annyira hitek, ezek inkább csak címszavak. Amit te hiszel a befektetésről, te gondolsz kifejezetten is, ami elsőre beugrik, hogy ha azt a szót hallod, hogy nekik például az, hogy a befektetés kockázatos dolog. Jó. Az a helyzet, hogy ezzel a fajta véleményen, hogy a befektetés kockázatos dolog, meg veszélyes, ezzel sokkal többször találkoztam, mint azzal, hogy biztonságot ad. Tehát nagyon lóksz a sorból. Nem, jó, halál komolyan mondom, pénzügyi kócsként nekem akkora öröm, hogy egy ilyen emberrel találkoztam. Igen. Lehet, hogy valaki egy banki befektetésre asszociál, valaki egy attól tárgyú, valami megkezdésére. Uh-huh. Jó, oké, persze van többféle befektetés. Most általában, amikor ugye jön reflexzerűen az, hogy kockázatos dolog, akkor a tőzsdére, ingatlanra, egyéb ilyesmire gondol a legtöbb ember. A banki befektetés, jó, banki befektetés. Mit gondolsz a banki befektetés? Ha ezt mondom, banki befektetés, mi az, ami elsőre beugrik? Na, még az is. Az, hogy más nyer részkedik rajtam. Uh-huh. Oké, tehát a banki befektetés az arra jó, hogy engem megkopasszanak. Ez egy hit. Nem feltétlenül megkopasszanak, hanem nekem valamennyit juttatnak, hogy még vonzó legyen, de igazából a nagy profit nem nálam fog keletkezni, hanem azoknál, akik kezelik az én pénzemet, élhetőleg szakértelemmel. Tehát mégiscsak megkopasztanak, mert nem hagynak hozzájutni ahhoz, ami elvileg az én pénzemért nekem jár. Most próbálom. Sarkos. Sarkos, de egyébként érdekes, mert a legtöbb hitünk sarkos. Az, hogy egyértelműen az bukott föl belőle, hogy a befektetés veszélyes, hogy ez is sarkos. Jó, oké. És akkor még egy, ami ebbe a körbe tartozik. Mi jut eszedbe, ha azt mondom, vállalkozás, vállalkozó? Mondom, kilóg a sorból. Jó? Viszlök. Ne. Na, mondom, komoly öröm, hogy te már művelődtél előre. Nem? Közgazdász vagyok. Az nem jelent semmi, én is az vagyok. Egyébként volt olyan ügyfelem, aki közgazdász volt, multinál pénzügyi vezető, nagyon jól élt Budán, szép nagy ház, akármi, tényleg mindene meg volt, meg még mellé a nem tudom én mennyi személyi hitel, egyéb adósságok, devizába, stb. És tartalékuk nulla. Tehát ahhoz képest, hogy közgazdász és pénzügyi vezető naponta a cég ügyeibe eurómilliókról döntött, és ehhez képest a magánpénzügyeit meg képtelen volt normálisan kezelni. Tehát ez nem jelenti azt, hogy
közgazdász vagy, akkor automatikusan a magánpénzügyeidet is tudod kezelni. Ugye akkor megint egy kicsit a környezet meg tel összefüggésbe beszélek. A biztos a cégnek holtartaléka? Tessék? Biztos, hogy a cégnek, amit vezetek, holtartaléka? Létezik a cég, ő egy multinak volt ugyanis a pénzügyi vezetője, úgyhogy nem voltak megfelelő tartalékok a cég mögött, és azóta is áll a cég. Az egy másik kérdés, hogy az illető úriember azóta már szerényebb életszínvonalon él. De ez az ő egyéni dolga. Ugyanis az a helyzet, hogy azóta is pénzügyi vezető, tehát mi nem tudták, azt jó kezelik. És akkor itt megint az, hogy kinek mi a komfortzónája. Megint jön az meg az, hogy mi a pénzügyi szomszédsága. A munkahelyen van egy bizonyos környezet, van egy bizonyos szomszédság, ehhez megkapta a képzettségét, végzettségét, meg szakmai gyakorlatot is elért vele, ott elvártak tőle egy bizonyos valamit, aminek nem is tudott felelni. Tehát ő abban a közegben otthonosan mozgott pénzügyre, de ez egy szerep. Tehát az gyakorlatilag azzal, hogy közgazdászok lettünk, mi megtanultunk céges pénzügyeket kezelni, ami egy szerep a munkahelyünkön. És ez még közel se jelenti azt, hogy a magánéletben mi képesek leszünk jól pénzt kezelni. Alapjaink vannak hozzá, én is bizonyos fogalmakkal tisztában vagyunk, de nem feltétlenül biztos, hogy ugyanazzal a gondolkodásmóddal kell a cég pénzügyeit kezelni, mint amivel a sajátjaimat kezelni. Tehát a kettő, az, hogy közgazdász valaki, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő a saját pénzét jól fogja tudni kezelni. Ugyanis pont azért fog a munkahelyén pénzügyi vezetőként esetleg jobban teljesíteni, mert nem csak a képzettsége, végzettsége, akármi van, hanem ott nem hatnak rá azok a forgatókönyvek, amiket összeszedett az élete során a családom, mert a más pénzét kezeli, nem a sajátját. Tehát ez egy elhatároló tényező lehet. Jó? Oké, tehát ott tartottunk, hogy vállalkozás. Azt mondtad, önmegvalósítás. Vállalkozás, vállalkozó. Ki mit mond még? Felelősség. Igen, a vállalkozás felelősséget jelent. És ez milyen irányú felelősségre gondolsz itt? Több irányú felelősségre. Saját vállalkozás megfelelő, megcsináljam azt a munkát úgy, hogy az megfeleljen a rendelőnek. Tehát egyrészt az ügyfelek iránti felelősség. Illetve, hogyha van munkavállaló, ő felé is felelősség. Jó, oké. Meg aztán még jöhet ugye a közösség, a befogadó közösség, ahol éppen működött. Ugye ezek a társadalmi felelősségvállalási programok, ezek mind erre az elvre épülnek. Kinek mind még eszébe a vállalkozásról, vállalkozókról? Bizonytalanság. Kockázat. Na igen, valahol a kettő összefügg. Hogy mondod? Igen, önállóság, ami nem biztos, hogy valami mindenkinek, ugye, de itt te alapvetően egy motivációt mondtál, hogy önmegvalósítás, amihez az önállóság ugye jól jön, vagy hogy fejezem ki magam, tehát szükséges velejárója az önállóság annak, hogy az önmegvalósításon megvalósítható. Jó, oké. Tehát most így összeszedegettünk elég sok mindent, remélem mindenki más is írogatta a saját magáét. Na. Jó, és akkor most jönnek a kemény komoly kérdések. Ugye mondták, hogy sok minden pénzről, vállalkozás úgy lett volna jó, ugye, hogy ezt föl tudjuk írni. Hogy ezek közül melyik, amelyiknek a igazságában hiszel, de úgy, hogy atombiztosra mondod, hogy ez úgy van. Tehát az egy dolog, hogy ezek voltak az első gondolataid, amik beugrottak, de mi az, amiről meggyőződéssel hiszed, hogy ez tényleg úgy van? Jó lenne látni magunk előtt a listát. Nem, miket mondtam, az az igazság. Igen. Hát a pénzről... Mit is mondtál?
Azt szerintem az arany, a lehetőség. A lehetőség volt a leghangsúlyosabb nálad. Az nem dolgoztam. Igen, akkor szerintem ezt talán a megdolgoztatok. Jó, és a többi? A többivel mi van, amit fölírtatok ti magatoknak? Mert ugye most itt ki lehetett választani egy-kettő akármennyit, amiről azt mondod, hogy már pedig én szilárdan hiszem, hogy ez igaz és így van. Az egy másik kérdés, hogy miért van, még azt is vesézzük. És a többivel mi van? A többi az, abban mégsem hiszel? Csak hallottad valahol? Hol hallottad? Kitől? Milyen helyzetbe? Milyen gyakran? Hogy mégis ez ütött be elsőnek? Igen. Onnan biztos, hogy nagyon sok mindent hozunk a pénzzel kapcsolatban. Nem tudom, te például a családból mi olyat hoztál, ami esetleg most nem sorolódott fel nálad? Mire gondolsz? Tehát ami ilyen pénzzel kapcsolatos meggyőződések, és a családba gyakran hallottad a véleményként, most mégse az ugrott be elsőnek. Annyira nem szoktunk beszélni a pénzről a családban. Hű. Tehát így a magában egy pénz nem téma, mint létező. Nincs megszemélyesítve, vagy ilyesmi. Hát mondjuk nem is megszemélyesítve. Jó. Tehát akkor te teljesen magad alakítottad ki a saját hiteidet. Nem befolyásolt a család semmilyen. Biztos, hogy befolyásolt, de ezt nem mondanám, hogy nem, csak ezt nem tudom, most nem tudom, hogy nem befolyásoltak, vagy befolyásoltak. De valószínűleg befolyásoltak. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki a családjától befolyásmentesen élni az életét. Jó. Akkor mi az, amit nem mondtam, csak csináltak? Tehát hogy bántak a pénzzel? Szerintem nagyon jól kezelik a pénzt az a családunkban. Megdolgoznak érte, látszik az eredménye is, és mozgatják a pénzt. Tehát szerintem ebből jönnek az én meggyőződéseim ezzel kapcsolatban, hogy igen, élünk valamilyen életszínvonalon, de mondjuk reggel 6-tól 7-től az én szüleim a saját vállalkozásukban van, hogy vállalkozunk a szülők. Hát, hogy könnyű vagy nem könnyű, szerintem azt mindenki döntse el saját. Nem, a meggyőződéseim kapcsán elmeredtem, hogy így sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy te testközelből ezt megélted, láttad. Ami rossz, nem tudom, hogy a kint, amit azt mondja, de nem tudják szeretni egyébként, az az. Na, akkor most egy kicsit rákozunk, jó? Passzív jövedelem. Mit értesz passzív jövedelem alatt? De haragszom erre a szóra. Nem megtévesztünk. Üljél, köszönöm szépen. Majd akkor onnan kérdezlek a közöttünk. Tehát, mit értesz passzív jövedelem alatt? Passzív jövedelem alatt én azt értem, hogy az én alapvető kiadásaimat kezdjük pénzösszeg, aki szinten mondjuk, úgy folyamodan hozzám, hogy én azért effektíven nem dolgozok meg napi 8 órában, mint most jelenleg alkalmazóként, hanem mondjuk és megtakarításaimat úgy forgatom, hogy tudjak venni egy lakást, amit kiadok bérbe, és onnantól kezdve. Jó, tehát a passzív jövedelem, már bocsánat, csak szűk az idő. A passzív jövedelem szerinted az, ami úgy termelődik a befektetéseidből, egyéb dolgokból, hogy effektíve nem kell vele sok mindent csinálni. No, ezzel kiért egyet. Egyszer azért kell azzal csinálni. Meg kell, mindennek meg kell fizetni az árát. Olyan nincs, hogy nem. Tehát az egy dolog, hogy te eljutsz egyszer egy olyan szintre, hogy idézőjelben már csak azzal kell foglalkoznod, hogy forgatod a bevételeidet. De addig mi van? Hát addig úgy kell forgatni.
hogy legyen. Meg kell dolgoznunk a megtakarításért, és igen, is össze kell, hogy lehet, hogy össze kell szorítani a fogat, hogy félre tudja annyit tenni, hogy meg legyen a pénz, és ez lehet, hogy évekbe telik. És tanulnod kell hozzá, és az idődet rá kell áldoznod akármit. Tehát a passzív jövedelem nem passzív jövedelem valójában. Én sokkal jobban szeretem az aktív, meg a tőkejövedelem. Tehát munkajövedelem, bocsánat, és a tőkejövedelem megkülönböztetést, mert ez közeledbb áll a valósághoz. A passzív az megtévesztő, mert tényleg nagyon sokan azt hiszik, hogy egyszer valamit odalökök, elindítom maximum, naponta 2-3 óra hosszán foglalkozom vele, és aztán utána kész, megy minden a maga útján, és hátra kell dőlnöm, ennyi. Rá is játszik nagyon sok cége a reklámjaival erre. Ez a baj vele. De a passzív jövedelem az gyakorlatilag még mielőtt a passzív jövedelem létrejön, előtte lehet, hogy több évig iszonyú energiákat fektetsz abba, hogy egyszer passzív jövedelmed legyen, te azzal fizeted meg az árát. Tehát évekkel előre befekteted a tudásodat, az idődet, a munkádat, meg az addig fölhalmozott pénzedet. És utána ez, persze utána is kell törődni vele, mert karba kell tartani a befektetést, átpozícionálni, stb. Tehát munka még utána is lesz vele, legfeljebb nem annyi, mint az előbb, amikor az elején bírtizattál, hogy összeadott, igen. A Beatlesnek a jogdíjait, azt miért csinálod a tőke alapúba? A mi csodák mellett? A Beatlesnek a zenei jogdíjait. Mert az is, tehát befektetni sok mindent lehet, mert többféle tőke létezik. Ilyen tőkéhez tartozik például a kapcsolati tőke, abból is lehet csinálni. Meg a szellemi termékek, az is tőkeértéket képviselnek. Nem véletlen, hogy például a cégeknél is ez könyvelési tétel. Immateriális javak között nyilvántartott tétel és pénzértéke van. Lehet fordítani pénzre. Tehát a jogdíjak is ezért számítanak tőkejövedelemnek, mert a tudásomat, mint tudástőkét belefektettem, az idő is lehet ilyen értelemben tőke, tehát idő, munka az általában együtt jár. Igen, időt tudom. Bocsánat. Jó. 5 perc. Jó, igyekszem lezavarni. Minél hamarabb. Jó. Ugye a kételyekről volt szó, hogy ami elsőre bebukott vagy fölbukott nekünk, azzal mi lesz. Tehát, hogy min alapszanak ezek, amik fölbukkantak benned elsőre, mint hitek. Hogy más valakitől hallottad, milyen gyakran, és a többi, vagy személyes tapasztalat alapján, és biztos-e, hogy személyes tapasztalat alapján. Tehát itt ilyenkor azon érdemes elgondolkodni, hogy először a hitem volt-e meg, és utána szereztem meg az ezt alátámasztó tapasztalatot, vagy először a tapasztalatot szereztem meg, és abból alakult ki a hitem. Tehát ez a tyúk és a tojás esetben tipikusan, de coachingon biztos, hogy ezzel foglalkozunk. Na, és akkor, mit gondolsz erről? Kérdezem a Bettit elsőnek is. Ugye ez jól látható, hogy mi? Egy tésztaszűrő. Mit gondolsz erről? Mi ez? Nagymamám jutott eszembe róla. Jó, hát ilyen értelemben igen, lehet érzelmeket kötni hozzá, de amúgy a maga puritán valójában a tésztaszűrő mi ez? Egyrészt a lényeget ki lehet szűrni, másrészt meg sziszi-puszi, tehát mint egy lyukas zsák, hogy elfélik a vizet akarok vele összedni. Jó, akkor tovább kérdezem. A tésztát akkor jó, a vizet akkor nem. Mi a közös bennük? Eszköz. Igen? Más valami meglátás? Áramlik, igen. Szűrő, akkor dolga én szűröm, igen. A tészta szűrőleket tudok hozzá csinálni, de pénzes. De én a közöset keresem, nem a különbözőt. Tehát itt elhangzott egy ilyen az nekem jó szélről, hogy eszköz. Jó. Ha a tészta szűrőre úgy gondolunk, mint eszköz, akkor milyen érzelmek bukkannak föl bennünk? Semmi sem. Nagyon jó. Jó. Ha a pénz eszköz, akkor milyen érzelmet tudnának fölvenni? Mindenkettő, attól függ, mire használom.
Hát igen, ha kupánvágásra használom a tésztaszűrőt, akkor rögtön a haragot társítom hozzá ezt aláírom, de ha csak úgy, mint használati tárgyat értékeljük, akkor nem sok minden, igaz? Tessék? Hasznos ez. Jó érzés. De jó, valakinek jó érzések társulnak a pénzhez. Hát ha gyümölcsöt akarok mosni, mert tésztát akarok kiszedni, akkor tök jó. Szóval miért felük hinni akarok, és ha kezdve van, akkor nem jó? Saját rendeltetés szerint funkciójában értelmezve. Jó? Egymásba konvertálhatók. Ez egy kifejezett egyéni coachingot megér ez a kijelentés. Rögtön, jó, tehát most kicsit pörögjünk. Tehát itt elhangzott az, hogy eszköz. Na most akkor ilyenkor tessék végig gondolni, ha a tésztaszűrő mint eszköz nem sok érzelmet vált ki belőlem, akkor a pénz mint eszköz miért? Mik ezek az érzelmek? Mi pakolódik rá a pénzre? Pedig ez is eszköz, ugyanúgy, mint a tésztaszűrő. Akkor mégis mi a különbség? Ezzel nagyon jól lehet dolgozni coachingon. Hú, azt mondja, hogy igen, tehát hogy miért gondolsz sokkal több mindent a pénzről? Na most akkor... Ugye a pénzről alkotott hiteinkről már annyiban volt szó, hogy vagy szerezzük őket, vagy kreáljuk magunknak. Vagy kapjuk. Ugye ennek ugye alapvetően a szülői hátteret szoktuk emlegetni, de van más is. Elnézést kérlek, tehát az egész napunk beborul, hogyha most bemegyünk egy ilyen dialógus. Utána, esküszöm, befejeztem szünetben, mindenki kérdezhet tőlem, jó? És akkor ugye választhatunk, ha végigmegyünk ezen a kérdéssoron, amit még majd most el akartam mondani, de már nem fogok, hogy melyek ezek a hitek, ezek milyen forgatókönyvekké, pénzügyi forgatókönyvekké állnak össze bennünk, hol határolják be ezek a hiteink, forgatókönyveink a pénzügyi komfortzónákat? Tehát meddig fogunk elmerészkedni a pénzügyek terén, és honnantól érezzük baromi bizonytalannak magunkat a pénzzel való bánásban? És hogy kik is jelentik tulajdonképpen a mi pénzügyi szomszédságunkat? Tehát kik azok, akik befolyással vannak arra, hogy mi mit is gondolunk a pénzről, vagy hogyan bánunk vele? Mert ők is le tudják korlátozni ezt a bizonyos komfortzónát. Na most, aztán itt jöttek volna ezek, hogy mire kell figyelni, ha jól, és rengeteg kérdés, amivel otthon is el lehet kezdeni dolgozni. Egyrészt azt a kérdéskört érinteni, hogy milyen vagy most, és akkor jön a sok kérdés. Másrészt az, hogy kik vesznek körül most. Harmadrészt pedig azt, hogy hol érzed magad jól a pénzzel kapcsolatban. Tehát ez a komfortzóna lenne alapvetően. Na most ezeket a kérdéseket most hagyjuk. Viszont ezen az e-mail vagy linken letölthetővé tettem ezt a kérdéssort. Akit érdekel, megadja ott az e-mail címét, és akkor el tudom neki küldeni. Jó? Tehát nagy faxi nincs benne, életdesign.hu/ablak, ha már ablak önmagamra ugye a rendezvénynek a címe. Viszont, hogyha valaki úgy érzi, hogy a kérdéssor megválaszolása még több kérdés, mint választ vetett föl benne, akkor elnézést kérek, de ajánlom magamat. Úgyhogy itt ezen a linken el lehet érni, életdesign.hu/egyéni-coaching. És én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végigültétek, végighallgattatok, és mindenkinek tiszta szívből kívánom, hogy fedezze fel magában a gazdagságot, és a jólét legyen veletek. Köszönöm.